Megjelent a világon az első homoszexuális fémpénz, és forgalomba is állítják. A liberalizmus mekkájából származik a következő hír, a Global Edmonton tudósításából. Ugyan az alábbi hírnek nincs magyar vonatkozása, ellenben közvetve vagy közvetlenül mindenkit érint, szinte bárhol is éljen a világon, gondoljunk csak a Pride, vagyis a büszkék felvonulására. Úgy, ahogy hallották, kedves nézők, ez nem vicc. Április 1-e régen múlt, az agyam se borult el, sajnos ez a csupasz liberális valóság. Napjainkban a 21. század küszöbén már nagyon kevés eseményt követően esik le az állunk, hiszen a nő az apuka, a férfi az anyuka, az 5 éves kisfiú, kislány, és fordítva. Sőt, a nagymama is megszülte nemrég unokáját, így hát vajon mi lehet még új a nap alatt? A liberális globalista hatalom gondoskodik úgymond szórakoztatásunkról. Megjelentette az első homoszexuális fémpénzt, s az ember ilyenkor nem tudja, hogy sírjon, vagy nevessen kínjában. Azon azért csodálkozom, hogy a világháló nem kapta még fel a hírt, hogy Kanadában új Looney, ez az 1 dolláros fémpénz jelent meg, melyen a liberális kanadai kormány tiszteleg az LMBTQ közösség előtt, megemlékezvén az 50 évvel ezelőtt Pierre Trudeau, a mostani miniszterelnök Justin Trudeau apja által megalkotott és benyújtott a homoszexuálisokat büntető törvény megsemmisítéséről. Íme a legújabb kanadai 1 dolláros, vagy más nevén a homoszexuális LMBTQ fémpénz bemutatása, a kanadai pénzügyminiszter általi leleplezése folyó év április 23-án Torontóban, aki a következőket mondta a sajtónak. Ez az egyformaságunkat jelképező fémpénz mindannyiunkat felbátorít arra, hogy egy jobb, befogadóbb Kanadát építsünk, mert mint azt a fémpénz jelzi, minél egyformábbak vagyunk, annál gazdagabbat tesz ez minket. Idézetbe zárva. Az egészben nem meglepő az, hogy az LMBTQ közösség ezzel sincs megelégedve, a bemutatás után rögtön annak a véleményüknek adtak hangot, hogy valójában nem a kanadai kormánynak, hanem a közösségüknek köszönhető az őket büntető törvény eltörlése. Tényleg? Ezeknek semmi sem elég?